Negyedik feladat sorban egyszerűsíteni szeretnénk, ezt a törtet szeretnénk egyszerűsíteni. A számláló egy elsőfokú kifejezést, ezt nem tudjuk jobban szorzattá bontani, x plusz 2. A nevező viszont egy másodfokú kifejezést, ezt a megoldó képlet segítségével fogjuk szorzattá bontani. X1, 2, egyenlő, mínusz b, plusz mínusz b négyzet, mínusz 4ac, az most plusz 8, per 2, gyök 9 az 3, és így a két gyök az 1, illetve mínusz 2. Tehát a nevezőt x mínusz 1 szer x mínusz mínusz 2, azaz x plusz 2 alakban tudjuk felírni. A közös szorzó tényező az x plusz 2, ezzel tudunk egyszerűsíteni, és egyszerűsítés után 1 per x mínusz 1 adódik. Második feladatban a számláló és a nevező is másodfokú kifejezés. A számlálóban észrevehetjük, hogy egy t-t ki tudunk emelni, tehát t-szer t-3 alakban tudjuk felírni a számlálót. A nevezőhöz újra a megoldó képletet fogjuk alkalmazni. T1, 2 egyenlő mínusz b, plusz mínusz b négyzet, mínusz 4ac, mínusz 24, gyök alatt per 2a, gyök alatt 1 az 1, és akkor a két gyök az 3, illetve 2, tehát t-3 szor t-2 alakban tudjuk felírni szorzatként a nevezőt, és a közös szorzó tényező a t-3, ezzel tudunk egyszerűsíteni, és ezután t per t-2 marad. A harmadik feladatban szintén két másodfokú kifejezést látunk. A számlálót ugyanúgy csináljuk meg megoldó képlettel. Y1, 2 egyenlő mínusz b, plusz mínusz b négyzet, mínusz 4ac, az plusz 12, gyök alatt per 2, gyök 16 az 4, a két gyök ennek megfelelően 6 per 2, 3, illetve mínusz 1, tehát akkor y mínusz 3 szor y plusz 1 alakban tudjuk felírni a számlálót. A nevezőhez nincs szükség a megoldó képletre, mert észre tudjuk venni, hogy nevezetes azonosságot tudunk alkalmazni. A négyzet mínusz B négyzet látható itt a nevezőben, tehát rögtön szorzattá tudjuk bontani y minusz 3 szor y plusz 3 alakban. És akkor a közös szorzó tényező az y minusz 3, és egyszerűsítés után y plusz 1 per y plusz 3 adódik. Az utolsó feladatban rögtön észrevehetjük, hogy a számlálóban a 3-as kiemelhető, és 1 mínusz p négyzet marad a számlálóban, 3-szor 1 mínusz p négyzet, és ez egy ugyanolyan nevezetes azonossággal szorzattá vonható, mint az előbb, tehát a számláló az 3-szor 1 mínusz p szer 1 plusz p alakban bontható szorzattá. A nevezőhöz újra a megoldó képlethez nyúlunk, p1, 2 egyenlő mínusz b, plusz mínusz b négyzet, mínusz 4ac, ez plusz 12, per 2, gyök 16 az megint 4, a két gyök az 1, illetve mínusz 3, tehát akkor a nevezőt p mínusz 1, szer p plusz 3 alakban tudjuk felírni. Közös szorzó tényezőt most nem találunk, de észrevehetjük, hogy az 1 mínusz p és a p mínusz 1 az egymásnak mínusz egyszeresek, tehát valamelyikben kiemelhetünk egy mínusz 1-es szorzó tényezőt, a számlálóban fogjuk ezt megtenni, mínusz 3-szor, és az 1 mínusz p-ből lesz p mínusz 1,
1 plusz p így marad, a nevező nem változik, p minusz 1 szer p plusz 3, és most már kialakítottuk a közös szorzott tényezőt, ezzel tudunk egyszerűsíteni, p minusz 1-jel. Jó, és végeredménynek a minusz 3-ast kihozhatjuk a törtjel elé, és fent marad az 1 plusz p a számlálóban és a nevezőben p plusz 3.